Kicsi nál ez az érzés, lassú az eső, haladnál az úton, de elfogy az idő. Mi Imrikkel már azért évek óta ismerjük egymást, mivel pár évvel ezelőtt már volt egy közös projekt, amin dolgoztunk, tehát így tökre tisztában voltunk egymásnak így a munkásságával, és az elmúlt egy-két hónapban, talán egy hónappal ezelőtt megkeresett Imrik, hogy ő most szeretne egy újabb saját dallal így kijönni, vagy egy saját dalt megcsinálni, és hogy gondolt rám, hogy írjak rá egy énekdallamot, meg szöveget, és akkor elküldött két verziót is, amiből igazából azért volt nehéz a választás, mert mind a kettő nagyon-nagyon jó volt. Szerettünk volna egy kis pozitív hangulatot belevinni, mivel hogy nyilván mindenki elég feszült már, és így stresszes, ugye miatt a bezártság miatt. Úgyhogy így alkottuk meg végül is a szöveget is, így, és a klippet is, hogy az eleje az egy kicsit ilyen feszültebb, drámaibb, ugye van egy kis veszekedés is a klipbe, és utána pedig a vége felé mindenféleképpen azt szerettem volna, hogyha ez kibontakozik, és egy pozitív töltetű zene és klip lesz. Sokszor próbálkoztam, ha kellett, megváltoztam. Csak azt látjátok, ki vagyok, de azt nem, hogy én mennyit áldoztam. Nagyon speciális helyzet volt ez a klipforgatás, mivel mindent ilyen last minute kellett megszervezni, ugye, mert ki lett tűzve a kiadó által maga a megjelenés, és addig el kellett készülni a klippel is. Na most ugye a pandémia miatt elég nehéz normális helyszínt találni, embereket összeszervezni, és ahhoz képest egyébként, hogy minden tényleg így az utolsó pillanatban lett leszervezve, szerencsére minden jól alakult, bár volt még aznap konkrétan egy helyszínlemondás, és szerezni kellett egy újabb helyszínt, úgyhogy már a stáb minden már oda volt hívva, az eszközök ki voltak bérelve. Lehet-e még egy újabb sanszom, csak te legyél kiferráz, ha alszom. Megmondom őszintén, nem nagyon volt más választásom, hogy ki játssza a barátnőmet a klipben, mert nyilván egyrészt én is nagyon-nagyon akartam, másrészt Viki ugye színész, tehát hogyha mondunk neki valamit, hogy ezt kellene eljátszani, akkor ő azt ugye eljátsza. De amikor volt az elején ez az ominózus veszekedős rész, akkor én a háttérben egy popcornnal így ültem, és vártam, hogy ebből mi lesz, és hogy nehogy benyomnak egy reklámot, vagy valami, mert mondom, ezt látnom kell, és utána így vége, és így mondom, nem ár, gyerek! Kicsit ilyen éjjel-nappal fengék dolgot forgattunk le. A jövőben mindenféleképpen szeretnénk folytatást ennek a projektnek, mert eddig nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk ismerősöktől és szélesebb körből is. Mindenkinek tetszik ez a stílusú zene, az is, hogy magyar. Nekem ez így az első ilyen magyar zene egyébként, és ez az, amit vártam tőle igazából, mert szerintem most elég trendi mostanában így a magyar nyelvű zene. Viszont ez a stílusú zene, tehát a zenei alap, ez még nem annyira elterjedt itthon. Igazából mondhatom, hogy nagyon nem is tudnék mutatni olyan hasonló zenét, ami ilyen. Nagyon-nagyon pozitívak vagyunk, és rajtban így állunk. A startvonalnál az eldődülésre várunk, és akkor szerintem onnantól kezdve erőt, energiát, időt nem kímélve biztosan vagyok benne, hogy az összes többi zenésztársam nevében is mondva úgy fogunk elrajtolni, hogy megállíthatatlanok leszünk.